Na szevasztok, ez itt a Green Light, ez pedig egy kis unboxing videó, ami már nagyon rég volt a csatornám. Nos, érkezett egy érdekesség, ami egy későbbi videóhoz fog majd csatlakozni. Jelenleg 23.11. hó, 22-e van, 10 óra 55 perc. Jött egy jó kis csomag, ma ugye lehet látni, tehát a kamera beállítás megtétele után, hogy mi is ez. Ez egy eléggé szép csomagolású cucc. Meg is lepődtem, hogy most már ezekbe fogják csomagolni. De ahogy nézem, nem. De már, hogy a alapdoboz ilyen érdekes, csinálhatok helyet ennek a doboznak is. Hátrább kellett tenni egy kicsikét. Nem szabad teljesen így ráfeküdni a csomagra. Lehet, hogy jobban jártam volna egy asztali felfüggesztéssel, csak azzal most nem volt kedvem kilódni. A látszat ellenére ez nem fémdoboz. Csak ilyen fém hatású. De szép az meg. Nagyon tetszik egyébként. Tehát jó nagy ilyen bliszterje van, de ettől függetlenül, ahogy nézem, és megütötte az ujjam. Annyira feszes volt az, hogy visszarúgott. Nem környezetvédős csomag, tehát én azt hittem, hogy ebben az azért dobozba, karton dobozba úgy lesz megcsinálva, hogy ne használjanak föl benne ilyen nagy fóliát a bliszterhez. Hát értelme sok nem is volt, mert szerintem még így a hagyományos csomagolás is környezetbarátabb lenne. Rengeteg Cellux felhasználással. És ahogy nézem, komplex egy kicsikét. Van egy belső hátterünk, ami hasonlít a régi csomaghoz, de gyakorlatilag ilyen dupla bliszteres érdekesség. És le volt árazva egyébként. Egyébként soha nem vettem volna meg annyi, amennyi árulják. Ez a régi G.I. Joe-nak a kerete. De majd ezt lehet, hogy itt ezt levágom. Majd késsel vagy ollóval itt ezt a felső részt. És ott a kis dioráma sarokra, amit létrehoztam, oda fölteszem így ellalakba, és akkor megvan a háttér. És ez nagyobb az meg, nagyobb nálad. Miért nem tudtak azonos méretet csinálni? Nem sokkal, csak egy centivel nagyobb. Mindegy, össze a Timber farkasát szabadítsuk ki. Ezt aztán belerakták. Jetpack. A mozgathatóságilag a farkas eléggé jó minőségű.
needs a name. How about Timber? Yes, tis a perfect moniker. You'll not be going without this, I think. Now, one thing more before you go traipsing off into the snow. Cross over in that, and you'll soon reach civilization. Saints protect you. Both of you. Bár láttam olyat is, hogy a farkasnak is volt cserélhető feje. Hát a sima Cellux. Most nézd, hát jó, hogy nem kell ezt túl gondolni, ez igaz. Nem hagyom benne a blisterben, az a lényeg a... De ez jó, hogy nagyon sok készfejet adtak hozzá. Ez tetszik. Csak hogyha már tényleg átálltak ilyen kartonos cuccakra ezeket a blisterest, úgyse lehet látni már a G.I. Joe-nkat kívülről, mert lezárják egy ilyen külső dobozzal, akkor ezt a blisteres cuccokat el is hagyhatták volna ezzel az erővel. Hozzáállta már le. CB rádió. Abszolút mesehű egyébként, teljesen a rajzfilmet vette alapul, még a színezés is. Ilyen kobrás hajszárító, vagy tudja tököm, hogy mi ez. Ez ami rakéta, akármi. Ezt lehet, hogy a adott részt kéne megnéznem, mert szerintem ahhoz illik. Ugye nem drótoztátok bele, bazdmeg. Kedves amerikaiak, alig bírom, ez a késsel kell mögé benyúlni. Még rossz nézdőt csinálom, tudom. De pedig ez a jó megoldás. Hú, de jó minőségű. Ó, geci. Viszonyítási képpel hoztam mellé. Egy centivel nagyobb, látszik a méretarány különbség. Tehát ezt kezdték el kiadni egy nagyobb méretbe. Viszont ez már valahogy kultúráltabban néz ki, ez jobb minőségű műanyag. De viszont nem is annyira részletgazdag, mint mondjuk ez a Storm Shadow. Tehát maradhatott volna a méretest, ez az egy centivel nagyobb. Ezzel nem vagyunk előrébb, én úgy gondolom. Viszont sokkal könnyebben mozgatható. Viszont ami tetszik, hogy jó megáll a talpán. Hogy sokkal jobban áll, mint ezek. Mert ez annyira... Hát jó, ez is megáll, ez én nem azt mondom, hogy nem. De ez jobb. Függnek így a kézfejek, így a kezébe adható dolgoktól. Jetpacket? Hát nem tudok, hogy jobban tetszettek azok a dolgok, amik itt föl lehetett itt tűzni. Jű, bazd, mert na várjál, azt hogy adjuk föl? Ez érdekes, mert ez nem nyúlik, ez a kantár. Viszont a figurán kifejezetten könnyen öltöztethető, ahogy nézzük. Ó, azért. Mintha egy kisgyerekre adnánk rá valamit. Mondjuk ez is jó tartja. Ez egy kellemes csalódás, mondom, a érintésileg nem olyan, ez nagyon rideg, ez mindig Snake Eyes mondom. A Storm Shadow, ez nagyon száraz, iszonyatosan rideg,
nagyon látszanak rajta az illesztések. Jó itt a Timberen is egyébként a farkasán. Tehát ez annyira nem dobtam el az agyamat tőle. Tegyük hátra. Viszont ez valahogy érintésileg jobb. Bassz meg! Hát az itt ez. Ó, ízülete ez jobb minőségű, mert jobban zárnak. Jobban zár az ízületet, nincs annyira szem előtt a hajtás, mint mondjuk Storm Shadow esetében. A Storm Shadow-nak itt ez a láb, ez valami nagyon gyalázat, ez valami iszonyat rossz minőségű. Itt nagyon megnehezíti a pózoltatást, és ez rendszeresen ki van szegénynek csavarodva a combja. Itt valami zűr lehet ide bent neki. Tehát, és nem olcsó figura volt ez se. Ezt az én vettem, figura festem még tavasszal. Storm Shadow-t egyébként. Meg is lepődtem, mert őt nagyon nehezen lehetett hozzájutni Storm Shadow-hoz. Ezt Snake Eyes-ból annyi van, hogy a legnépszerűbb G.I. Joe-ból szinte Dunát lehet rekeszteni. Ami nem tetszik, bár gondolom itt a jetpack véget, van ez a jetpack vagy oxigén, nem, ez jetpack. Jetpack, meg itt van a sugárhajtómű. Nincsen már szamuráj kardja. Na majd egyet elveszünk lehet izétől. Kaptunk erre ilyen nagyon gagyi lézerpisztolyt. Köszönjük, bazd meg. Vagy rádiót a kezébe. De most rádió, ezek ilyen detonátorszerű. Próbáljuk beoperálni valahogy a kézfejébe ezeket a dolgokat, beaplikálni. Ez egy ilyen szorítós kézfej. Hát ez a kobrás cucc, ez nem tudom, lehet, hogy most elteszem így ezében, ilyen apró viszínbaszadékokat nem nagyon akarok kirakni. A rádióra van egy külön ó, ez a walkie-talkie-s kéz. Na, ezt tesszük be. A walkie-talkie-s kezet. Nagyon könnyen cserélhetőek a kezek, ez kurva jó. Ez egy pisztoly, ez egy gyököl. A puska markoló, de ez túl nagy. Ez az, hogy a walkie-talkie-t megfogjuk a másik kezünkkel. Pillanat. De ez kell egy ilyen feszítés, na és ez már jobban hasonlít. Kinek is Duke-nak volt, meg Scarlett-nek volt hasonló fegyvere, hogy nem lehetett látni a tárat, meg ilyenek. Ilyen érdekes lézerpuskája volt nekik. És ezt úgy látom, hogy megörökeltett a Snake Eyes is. Ó, csak ilyen hülyén, bocsánat, faszul tettem bele. Ilyen érdekesen jár. Jobban szeretem ezeket a Schwarzeneggeres beállításokat. Ú, de jó, hogy mozog a izéje. Ú, de faszán néz ki, geci. Na. Most nagyon jó az egyensúlypontja. Kegyetlen jó. Hát ez a gagyi lézerstukkert, ezt adjuk a picsába, ezt ne erőltessük. Warning. Ez volt az eredeti, aha, belső zacskója. Amíg ezt is elrakom, levágom ezt a csúnyán felbontott valamit. Így visszakerül a dobozába. Hát a blistert is visszateszem. Nem dobáljuk el, de szerintem azért azt levágom.
mert az háttérként fog majd működni. Ez a harkasé. Ezt majd szépen elrakjuk. A készfejeknek, meg ezeknek csinálunk egy kultúrát, a berendezést. Jó, és itt a, lehet látni egy a filmből, mesefilmből a kis izét, dobozkát, hogy itt vannak így a részletek a meséből. Igen, a szín az tök ugyanolyan tényleg. És már ez ilyen lett. Ez mondom, az annyira szép ez a doboz, hogy én ezt nem óhajtom kidobni, én ezt elrakom. De viszont az én túl sok helyet foglalna. Ezt is elteszem, bazd, mert valamit teszek majd bele. Ez egy ilyen jó felhasználható doboz. Mit tudom, kártyát, vagy valamit, vagy akármit, vagy nem tudom. Ez is ilyen személyre szabott, ez ilyen kartondoboz. Ellátva a Snake Eye nevével. Hát mondjuk ez a Super T, vagy nem tudom milyen. Itt már nem lehet látni a kamerába. 20-valahány ezerről volt leárazva egyébként, ilyen 16 ezerre, meg volt egy 1700 forint postaköltség. Ezt a hátteret felhasználjuk. Vissza lehetne tenni, de én nem teszem vissza, mert tehát abban, ó, bazd meg. Na azért tekeredik itt a lába ennek is. Na bazd meg az anyádat. Igen, nagyon könnyen elmozog a lába. Esik addig a izéldű megerőszakolja Storm Shadow-t. Csak egyenesen kéne levágni. A schnitzerrel jobb lett volna. Mondjuk oda tesszük a izéhez, a AK-s vágómathoz. Mondjuk rá szódával elmegy. Még ez az olló jó vág, még az a szerencse. Nos, meg hogy miért került így még vissza ez a kis rész. Emlékeztek még a Scorpio Commando kártyára? Pillanat, vissza kell zoomolni, hát miért ne. Lássátok a káoszt, ha már így van. Na ez kb. Ez a Scorpio Commando fajta Snake Eyes kiadása. Itt van a Timber, itt lehet látni, a lovakkardot festettek neki, mert ugye és fekete lovag néven adták ki. Meg van ez a HGTC kártya, de pont nem az a kiadás, mutatom, ami gyakorlatilag nem az a Timberes kiadás, hanem az a szólós ninjás, valamelyik ninjás része ez neki, visszatérve, de most ez neki ez a Timberes kiadás gyakorlatilag újra kiadva lett így meg, mert kifejezetten örülök. Így. Úgyhogy ez már egy ilyen régi álom volt egyébként, hogy itt Timberesen ez a Timberwolf-fel együtt meglegyen. Csak hát az az érdekes, most kiadták egyébként egy nagyon érdekes kiadásba, szóval, hogy 26 ezer forintba kerül. Mozgat, jobban mozgathatóbb a farkas, meg a farkasnak is van ilyen cserefeje. De azt megmondom érte, túlságosan sokaltam érte azt a pénzt. Úgyhogy megláttam, hogy ez le van akciózva. Mondom akkor, bassza Isten, próbálkozzunk meg ezzel. Na, szegény motoros Jinxet el kellett költöztetnem így a helyéről. Hát még nem tudom, hogy hova rakom a szerencsétlent. Valahol kb. Ugyanoda, ahol ez a G.I. Joe-s doboz menni fog. Azt nézem, hogy így ráültettem egy ilyen régi kis lengyel piacos motorra. Meg át van festve a karakter egyébként, ezen már módosítva lett, mert az eredeti nem így lett. Nem így nézett ki. Nem szeretem a LOL-t. Utálom a League of Legends, de ez a karakter, ez valahogy mindig bejött. Úgyhogy láttam egyet,
gyakorlatilag 4000 forint egy figurát átalakítottam, átfestegettem, egy-két helyen meg kellett faragni azt, lesz-e neked. Csak most kereshetek neki új helyet. Új hely. Megint átalakítottam, már sokat jár ezt a szerencsétlen G.I. Joe-s polcot, de hát már úgy látom, hogy kinőtték. Pedig ebben a szobában sajnos nem áll módonban nagyobb polcot felszerelni nekik. Ez is itt teljesen házilag készült, ilyen két lambériát összeillesztettem, szépen fölfúrogattam. Egy egész jó kis sarok lett nekik itt a izébe, itt a képek alatt, de így is majd belelógnak a kettő húgom által festett képbe. Egyébként ott ez a lámpa megoldás az nem ott, nem úgy van, ez most csak ideiglenesen tettem oda. Amúgy így a ide szoktam csíptetni, mert ezt használom, na, majd jön föl a ragasztó, mert meg kéne porolni. Ezt használom olvasó lámpának, gyakorlatilag ide csíptetem föl ennek a szélire. Úgyhogy itt ideiglenesen, bár ha valaki látja a kakuktojást, az van bőven. Egy Predator figura, egy Robert Englund, Freddy Krueger és egy robot zsaru. De azért így a főbb karakterek már azért ott vannak, de nem mehetünk el amellett, hogy szükségem lenne még oda egy Flintre, egy Cobra Commanderre, mindenféleképpen. Tehát azokba ilyen nagy darabot még be fogok fektetni. Még a Figura Fesztivál előtt vagyunk, úgyhogy remélem ott is, hát biztos, hogy nem jövök haza G.I. Joe nélkül. Vagy egy normál vintage-et, vagy egy nagyot, de vásárolni fogok, az biztos. Nekem így igazság szerint a negyedik Figura Fest volt a kedvence, ott tényleg jött el 3000 forinté, annyi vintage G.I. Joe-t vettem, mint a szar. Elköltöttem vagy 40 ezeret, de iszonyat irdatlan mennyiségű figurát hoztam haza. Majd linkelem a videót esetleg az új feliratkozók kedvéért, akik még nem látták, de esetleg vevők lennének a témára. Na úgyhogy most így áll így a gyűjtemény. Ez december elején fog debütálni ez a videó. Mindig minden decemberben szokott lenni G.I. Joe-s videó. Vagy attól függ, hogy mennyit vásárolok. Volt, hogy februárban is volt G.I. Joe-s videó, de most azért lájtosabban szerezgettem be, így nem beszélve itt a Orbán inflációról, hogy nem nagyon lehetett hobbira költeni. Bár ez a baj, hogy gyakorlatilag amit meg akartam venni, azért megvettem, de a kurva életben. Mennyi túlóra árán, mennyi túlóráztam már emiatt, hogy nullára jöjjek ki. Jó, de ez nem panaszkodásnak a ideje, hanem nevezzük az örömnek, mert megint szaporodott a G.I. Joe gyűjtemény. Azt hittem, hogy idén már nem lesz több, de lehet, hogy még egy Cobra Commander még beficcem, vagy egy vintage, de majd meglátjuk. Picit feljebb hajtjuk Gung-Ho-nak a fejét. Fel a fejjel mindenkinek. Jó gyűjtögetést kívánok, most ennek a szegmensnek vége majd.